Van valami, amiben sport és európai elsők vagyunk. Mi vagyunk az elsők tó megkerülő vitorlás versenyben, mégpedig a Kékszalagban, ha jól emlékszem, 1938 óta a Balatonon zajlik ez a nagy esemény, sok száz résztvevővel, nagyon sok kategóriával, és ami a különlegesség meg érdekesség, mert az elmúlt években is lehetett katamaránt látni a Balatonon, de most jelentek meg a legerősebb amerikai nagy katamaránok. Nyilván saját kategóriában fognak ők majd szaladni, de nagyon sok kérdést fölvet az ő megjelenésük a Balatonon. Király Zsolt versenyzőt köszöntjük. Jó estét, szervusz Zsolt! Én magam is ugye egy 8 méteresen küzdöttem, két kékszalagon részt vettem, tudom, hogy mekkora harc ez az elemekkel, ha van szél azért, ha nincs szél, azért. Viszont a katamarán egy picit talán, mintha ezt lépné túl, hiszen annak nagyon kis szélben is nagyon könnyű menni, futni, sodródni. Igen, köszönöm. Király Zsolt vagyok egyébként, a Rafikának a kormányosa. Ez véletlenül ez egy egytestű hajó, de ide lehet, hogy mi is szerepelni fogunk ebbe a katamarános történetbe. Érdekes dolog ez a katamaránozás, meg a katamarán is, mert ugye többfajta katamarán van, amiről beszéltél, ez az amerikai hajó, ez igazándiból ez egy nemzetközi hajó, mert a Forma 1-ben is több istálló van, és mindenki építi a hajókat. Igen, ezek az Amerika kupából való hajók, tehát az igazi Forma 1-ből. Ebből kettőt hoztak a Balatonra, ami én úgy gondolom, hogy van rá esélye, hogy nyerjen, de a régi fajta katamaránok, a hagyományos vitorlával menő katamaránoknak is van esélyük, ugyanis nagyon széltartomány függő ez a hajó, amit most idehoztak, ugye azáltal, hogy merev vitorlája van és repül, tehát hogy a, nem csak merev vitorlája, hanem egy olyan szerkezet van alatta, hogy kiemeli a vízből, ezáltal megfelelő szél kell hozzá. A többi hajó viszont, amelyik lent megy, ugye az egy testre áll, láttunk már ilyet, szépen nagyon látványos, nagyon jól néz ki, és nagyon gyorsan tudnak menni azok is. Úgyhogy figyeltek és féltek egy kicsit talán, nem? Mi lesz ebből? Azok tengeri hajók, tehát az Amerika kupa az tengeren zajlik, nem egy tavon, emlékeim igen, szerint. Igen, be van korlátozva a szélviszony, tehát sose viszik olyan helyre a versenyt, ahol veszélyeztetnék ezeknek a hajóknak a versenyzését, úgyhogy mindenképpen az van, hogy megfelelő szélviszonyok és hullámok között. Tehát azért a tengerre ezt nem viszik azokra a tengerekre, ahol 5 méteres hullám van, hanem ilyen parti versenyeket rendeznek. Hát tegyek egy nagyon laikus kérdést. Ugye nőként ülök itt két katamarán szakértő. Én nem vagyok katamarán szakértő, ő. De hogy én ültem már hajón, ő pedig kormányos, tehát a főnök, a legfontosabb ember. Hogy ugye van esélyük nyerni. Hát én azt gondolom, hogy laikusként kívülről, hogy ezek sokkal gyorsabbak. Tehát hogy kérdés az egyáltalán, hogy van esélyük, vagy ezt rosszul látjuk. Hát ugye a katamaránok között van esélyük nyerni ezeknek az újabb fejlesztési hajóknak, vannak régebbi hajók, amik viszont kis szélben sokkal gyorsabbak. Aha, tehát akkor ez nem mert ha ez nem repül, akkor ez viszonylag lassú hajó. Ha repül, akkor nagyon gyorsan repül, akkor egymás ellen fognak versenyezni. Vezetni nehezebb egyébként egy katamaránt? Vagy nem? Én azt tudom, meg hogy ott van, látod, két látom, teste van, igen. Hatalmas vitorla, effektív. Igen, ez pont az a hajó, amiről beszélgetünk, igen, hogy ez ő. Hogy nehezebb vezetni. Ez egy érdekes dolog, mert én szörföztem 18 évig, és nekem a szörfhöz hasonlít a legjobban. Tehát az egytestű hajó és ez a fajta vitorlázás, tehát katamaránozás, az pontosan megegyezik. Ez abból látszik, hogy az Amerika kupában a kormányosok azok 90%-a szörfös volt. Tehát akik viszik a hajókat, azok szörföztek. Úgyhogy más. Inkább úgy gondolom, hogy a magyar vitorlázás nincs felkészülve arra, hogy egy 600 fős mezőnybe összeengedünk egy 35 csomóval menő hajót, egy 6-7-8-10 csomóval menő hajóval. Tehát, hogy nem tudja senki azt pontosan megkitalálni, hogy aki eddig vitorlázott, és te is mentél, szépen mentetek 6-7 csomóval, igen, és egyszer csak jött egy hajó, ami 10-del vagy 12-től, hogy elmentetek, nem is értettétek, hogy mi történik. Kivettem fel hogy a vitorlába általában, és megálltunk többnyire. Vagy megálltatok, vagy fogtátok, hogy most elfér, nem fér el. És képzeld el mondjuk, amikor a Keszthelyi-öbölben megáll a csapat, és az na, egyébként nagy szüle. Sokkal rosszabb helyet mondok, a Tihanyi szoros. A Tihanyi szorosba, igen. Mi már jövünk visszafelé, és akkor keresztül csap rajtatok. A gyorsak tudom, szépen átszaladnak. Tudom. Na de visszafele. Tehát mi elmentünk már Keszthelyre, jövünk visszafele, igen, a mezőny meg jön át a Tihanyi szoroson. És beszorulod a 100 hajó. Mikor méretetnek meg majd ezek a katamaránok? Hát szerintem az igazi első verseny az talán ez a Volvo regatta lesz, az a Super G, akkor csak ezek mennek. Tehát akkor még nem kerülünk be olyan hajók közé. Mi nem utána jön a Fehér Szalag, ahol már
mindenki próbálgatja a szárnyait, tehát ott már azért elindul elég sok hajó. Utána még lehet hajót állítani, meg vitorlát cserélni, igen, meg azért odazatot, stb. Ott még mindenki gondolkozik, igen. És akkor utána hát a kék szalag. Mondjuk látványnak egyébként nem utolsó. És ez a lényeg, azt gondolom a Balaton számára, a verseny, a partról is nézelődő versenyzők számára, bár ez kevésen érezhető, igazán, ha csak nincs nagy tömegben jelen a mezőny, ezeknek a hajóknak a megjelenés valami extra. Tehát erről beszélünk mi, sokan erről fognak beszélni, persze. Még többen mennek le, megnézik, hogy a nagy amerikai hajó vajon mit csinál a kis Balaton. Hát reméljük, hogy igen, tehát hogy oda vonzza a népet az, hogy egy olyan történetbe szálltunk be, vagy olyan történetbe hoztunk hajókat, vagy hoztak a srácok, ami a Forma 1 tulajdonképpen. Tehát olyan, mint egy Forma 1-es autót megvásárolgatnak egy régebbit, mert ugye ez nem a legújabb, egy kicsit régebbit. Nem baj az, meg, de akkor se fognak szeretni, akkor se fognak szeretni benneteket, szerintem eleinte. Úrinak tűnik, nem? Igen, de ez mindig így volt, tehát az újat, azt mindig egy kicsit utálja a nép. Tehát amikor elhoztuk a Liberát, az első Libera elkerült Magyarországra, egy trapézos hajó, akkor mindenki áll, úristen, hát ez nem jó, hát ez. A trapéz az, amikor a szőke csajokat nem kiültetik, hanem kikötik a hajó oldalára. Vártam, most ezt hogy gondoljuk, hogy idehozunk egy olyan hajót, meg. És akkor szépen az is beilleszkedett, és minden tókerülön elfogadják mindegyiket. Mondjuk ezeket a nagy hajókat nem, tehát ők csak Magyarországon mehetnek, tehát a nemzetközi vizeken, Svájcba, németeknél ott azért limitálva van a méret. De ez egyfajta presztízs, vagy kiemelkedő lehetőség, hogy a Balatonon viszont igen, van erre opció, és van erre mód. Igen, csak hát ugye megint majd minden nagyobb hajókat fogunk venni, azért ez pénzről fog szólni. Tehát, ez meg már messze mutat. Na, hát és ez már nagyon-nagyon csúnya a számok jönnek. Turisztikai szempontból sem utolsó. Hát akkor köszönjük. Klasszikusan jó szeret, kapitány. Köszönjük, hogy itt voltál.